Ezúttal is sokan vettek részt a kanizsai sörös találkozón. Az idei összejövetel emlékére az egykori gyár dolgozói még kitűzőt is kaptak ajándékba. Nagyon jó kis összejövetel, mert a régi sörös kollégák ilyenkor összejönnek. Közel most is 100 fő összejött belőle. Reméljük, hogy a következőre még többen el fognak jönni, mert valamikor egy nagyon jó kollektíva volt a sörgyárban. Ezt mások is megerősítették. Többen az ország különböző pontjairól tértek vissza Nagykanizsára, hogy nosztalgiázzanak egy keveset a volt kollégákkal. Kevesen voltunk a gyárban, akiknek eleve szakirányú felsőfokú végzettsége volt, és abszolút segítőkészek voltak, hiszen gyakorlati tudásom nekem személy szerint nem volt, hiszen egy egyetemen ezt nem biztosítják. Viszont a kollégák nagyon segítőkészek voltak, és nagyon sokat tanulhattam tőlük. A vacsoráról természetesen a sör sem hiányozhatott. A város ferences kolostorának felújítási tervei közt szerepel egy kézműves látványsörmanufaktúra létesítése is, így a beruházást követően a jövőbeli találkozókon akár kanizsai sör is kerülhet majd a poharakba.